Köszöntjük a kedves nézőt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Halló! Jó estét kívánok! Budapestről vagyok, Fábián Istvánné. Én nagyon szépen kérném a Ave Mariát magamnak. Ezt Erdős Melinda fogja elénekelni, Schubert szerzeménye, és következzék tehát akkor az Ave Maria és igen. Erdős Melinda. Örül a dalnak, remélem, hogy igen? Jaj, igen, nagyon, és nagyon szeretem a műsorukat, és... Mondja csak, még dicsérjen, persze, hallgatjuk, így két fülle. Nagyon szeretem a művészurakat is. Köszönjük szépen, ezt csak úgy mondtam, jól esik a dicséret, úgyhogy fogadja szeretettel Erdős Merindát és Schubert Ave Mariáját. Oh!
Köszöntjük a kedves nézőt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, István vagyok! Tessék parancsolni! Szeretném küldeni a barátnőnek, Árvinak, a két összeülő embert, és úgy, hogy ön adná elé. Nagyon szépen köszönöm! Szép asszony, ez az Ági, szép asszony az Ági? Hát igen, a barátnőm. Igen, hát akkor csak szép lehet! Csak szép lehet, csak szép lehet. Gyönyörű, és nagyon szeretem. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Hát sokáig legyenek igen. Együtt, azt kívánom, sokáig szeressék egymást, és sokáig legyenek két összeélő ember még 80 évesen is. Könnyű kívánni, de mindig azt mondom, hogy teljesüljön. Tehát akkor következik a két összeélő ember. Jöttél, akkor is én jöttem, végre meg.
köszönöm egész életem. Jó estét kívánok, köszöntjük, hogy hívott, és köszöntjük a kedves telefonálót, a kedves jó nézőt. Jó estét kívánok. Németországból Wagner Zsuzsa vagyok. Köszöntjük. Szeretném édesanyámat köszönteni. És mi legyen ez a dal? Ahogy én szeretlek. Nem szeret úgy senki. Így van. Zsuzsa Mihály fogja ezt a dalt elénekelni. Vagy Erdős Melinda énekli. Erdős Melinda énekli a dalt. Igen, Erdős... Mindegy, hogy ki énekli, igen. De én nem tudom így elmondani, ahogy szeretném. Igen, az az igazság, hogy ezt nem nagyon lehet elmondani. És az a jó, hogy még van édesanyja. Mert akinek édesanyja van, annak mindene van. Anyukám 81 éves, és itt van velem Németországba. És jön, megy 1300 kilométerre. Hát azért, mert ilyen lánya van. És amit mondanom kell, hogy én nem tudom úgy elmondani, ahogy szeretném, ezért szeretném ezt a nótát hallani. Hát mi akkor elmondjuk önnek, és köszönöm, hogy hívott. Mindannyiunk nevében mondjuk ezt a távoli Németországból, ami ime, milyen közel van. Következzék. Erdős Melinda, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki. Az én szerelmemből nyílik, s ez az én szerelmem elkísérosírik. Minden nóta az én barátomat szennék. Mert ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Minden nóta az én barátomat szennék. Mert ahogy én szeretlek, ez alatt fecske madár sírva nézelek. Te várjál itt a bulfi nyáron. Nem hagytál el, mint apa. Még fecske madár, lesz-e tavasz, lesz-e még nyár.
rakjál fészket. Ó, én akkor már nem élek. Azért én nálunk rakjál. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntjük a kedves nézőt! És hallgatjuk természetesen! Jó estét kívánok! Most halljuk talán! Jó estét kívánok! Én szeretnék kérni, délután én láttam az Budapest TV-n a Mándor Kálmán 85 éves születésnapján volt egy élő egyenes adás, amire én nem tudtam sajnos bejutni, és szeretnék kérni öntől egy számot a Vándor Kálmán születésnapja alkalmából, egy olasz számot, amit ön énekelni szokott. Boldogan, boldogan lenélekelem, és elmondom önnek, hogy bár szerintem ezt országvilág tudja, hogy azt kívánjuk Vándor Kálmánnak, hogy még 85 évig éljen és írjon ilyen csodálatos szövegeket. Nagyon szépen köszönöm, én a felesége vagyok, én ezzel szerettem volna, mert délután nem tudtam bejutni a délutáni élő adásban, hívtam, de nem tudtam bejutni, és én most szeretnék neki küldeni a 85. születésnapja alkalmából egy dalt, amit ön énekel. Én nagyon boldog vagyok, mert én emlékszem arra a riportra, amit a könnyűzenei híradóban a 60-as évek végén, közepén Ambrus Kiri készített Sergio Endrigóval, aki a violákat énekelte, talán sok év utánt, és emlékszem, hogy Szécsi Pál azt mondta, hogy alig várja, hogy Sergio Endrigó elénekeljen egy dalt, mert azt Vándor Kálmán rögtön csodálatos költeményt ír rá, és ő elénekli. És én azóta is nagyon-nagyon szeretem ezeket a dalokat, úgyhogy most a talán sok év után már elhangzott, de ez az én kedvenc dalom, és ha én kérhetek annyit, akkor ezt én még egyszer elénekelném. Igen, nekem teljesen mindegy, hogy melyik dalt énekli el az ő szerzeményéből, csak én szeretném, hogyha egy olasz dalt, és ha önnek ez jó, akkor én nagyon megköszönném. Nekem ennél jobb nem lehet, mint hogy ön és önök felhívtak. Kálmánt üdvözöljük, és minden jót kívánunk önnel együtt. Nagyon szépen köszönöm. És a múzsával! A múzsával! Ön a múzsa! Köszönjük, tehát következzék akkor a Talán sok év után című dal. Még alig kezdtük el, és már mindennek vége. Derűségre felhő szállt, az emberek mind irigyeltek, nem is olyan régen, oly boldog voltam, oly büszke rád. A szerelmedről azt hittem, soha nem múlik, de mégis könnyen elhagytál. A magány maradt egyedül emlékül nékem, úgy őrzöm, mint egy szál rózsát. Talán sok év után majd rájövök, hogy van még rajtad kívül más. Talán sok év után az élet hoz majd gyógyulást. De ma még csak azt mondhatom, szeretlek téged. Ez a dal is hozzád száll, az én szerelmem nem fogtán soha elmúlni, és téged mindig visszavár. Talán sok év után majd rájövök, hogy van még rajtad kívül más. Talán sok év után az élet hoz majd gyógyulást. De ma még csak azt mondhatom, szeretlek téged. Ez a dal is hozzád száll, az én szerelmem nem fogtán soha elmúlni, és téged mindig visszavár.